Egy új edzésterv segítségével és egy kis kitartással most bárki életének részévé válhat a rendszeres mozgás. A Sunday Challenge arra buzdít, hogy minden vasárnap kimozduljunk és sportoljunk legalább egy órát. Amint látod, most éppen kijöttünk a sóstói gyógyfürdőhöz, tehát lehet egy kör teljesíteni sétálva, gyalog, pocogva, kitörésben, kutyával, házi kedvenccel. Az a lényeg, hogy tegyünk az egészségünkét legalább egy órán keresztül. Ha jól tudom, akkor minden héten másik helyszínt választottunk. Igen, minden héten máshol vagyunk. Ezt pontosan azért választottam, hogy ne legyen annyira unalmas, tehát ne legyen monoton. Múlt héten a Bútosítónál voltunk, most a Sóstó, következő héten az legyen meglepetés. Hol leszünk következő héten? Ez azért jó így, legalább mindenki rá van kényszerülve arra, hogy kövesse a médiát, a közösségi portálon minden információ rajta van. Ha belegondolsz, hogy egy évben van 52 hét, ez egy önt edzésterv. Tehát, hogyha valaki elmegy az edzőterembe, akkor mondjuk hétfőn, szerdán, pénteken lejár rendszeresen edzeni, és egy kis rendszert tettünk bele az emberek életébe, hogy az első héttől az 52. hétig egy irányított, gyakorlatilag irányított edzésen, mozgáson vehet részt. Szabad téren ráadásul ez az apropó mindennek, hogy nem otthon, nem edzőteremben, hanem kint a szabad levegőn. Én abban látom a problémát, hogy az emberek túlzottan nagy tervekkel rendelkeznek, és rövid idő alatt akarják elérni. Tehát mondok egy példát, felszedtek 2-3-4-5 kilót az ünnepek alatt, és próbálják ezt 2-3 edzés alatt ledolgozni, de igazából ez nem fog menni. Én mindenképpen azt ajánlom, hogy forduljanak egy szakértőhöz, aki legalább az elején elmondja, hogy hol, mennyi sportolja, milyen rendszerességgel, és tűzünk ki egy olyan célt, ami reális és tartható hosszú távon. Rövid távú fogyásban ne gondolkodjunk. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni. Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, kövess Facebook és Instagram oldalunkat.